Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a betűkígyónk folytatása. Lássuk ezt a plusz egyes nehézséget. Ugye egyel több hosszabb kígyónk lehet, elvileg nehezebbek az ellenfelek, és úgy látom egyel több arannyal is kezdünk. Hát, ami van, azt hozzuk. Most itt sok választásom nincs. Afelől, hogy szeretném őket, vagy sem. Alapvetően, mint kell. Amit most érdekelne, az egy íjász, azzal a célzó íjakkal, nyilakkal, amit rendszeresen próbált rám erőszakolni, bár majd kiderül persze, hogy mit hozunk. Meg hát persze nagyobb részt azon fog úgy is állni, vagy sem, hogy mit kapunk, milyen eszközöket találunk. Az elején meg úgy is kb. Mindent hozunk, ami kell, ami van, mert alapvetően minden hasznos. Próbáljuk a zöldike előtt kicsit likvidálni a csapatot. No, két extra ilyesz. Ez jó kérdés. Inkább legyünk többen. Azt hiszem az az elején még segít. Nyilván jó lenne őt is behúzni. Ilyen-olyan méretű és fejlettségű bolt. Majd látjuk. Mondjuk hasznos, hogy tudjuk, hogy most már nagyjából mit várhatunk. Röcs. Oké, még van egy teljes csomag ezután. Bár egyáltalán nem tűnik problémásnak. Főleg így, hogy a legtöbbet előre el tudtuk szedni a zöldik előtt. No. Plusz 5 a harcosoknak. Mindenki lassabb. Mi gyorsabbak vagyunk. Ez mind a kettő jó. De azt hiszem, ha mindenki lassabb, az a picit több haszonnal járó. Ja, hát ezt behúztuk, rerollt azt egyenre még nem adunk. Annyira még nem éri meg. De a plusz egyes egyik fajta íjász az azért segít. Persze nyilván segítene egy harmadik íjász, hogy legalább akkor a bónusz meg legyen belőle. Azt nehéz lenne félreérteni. Gyorsabb mindenki. És egy pap. És akkor azt hiszem elértük a teljes méretünket. És mellesleg, mint kiderült, így mágusok vagyunk. Abból lett meg végül a csapat. Nem az íjászokból. Mert továbbra is az íjászok a célzott. Legalábbis így az első feladványra. Azt hiszem inkább az elején kéne, hogy legyen. Azzal sokkal jobban tudok célozni. Itt az aurával. Mint a hátsómmal. No. Mondjuk a csökkentett védelem az valahol hasznos. Többiből meg kéne mindenből minden. Nyilván.
Ez lesz végre az elit? Ja. Mondjuk így pillanatok alatt el fogom veszíteni, ahogy hívják ott. Az elsőt, ha ilyen lelkesen bemegyek. Na, hát ez meglepően könnyű volt. Chronomancy. Mágusok és sorcererek gyorsabbak. Minden körben egy mágus vagy sorcerer meg van erősítve. Ez jó kérdés. Ez bizony nagyon jó kérdés. De legyen minden mágus gyorsítva. Meg minden sorcerer. Bányász. Ez nem egészen tiszta. Aztán ezzel pénzt kapunk valamilyen formába. Jó, hát akkor... Hiászokat kukázzuk. Azt hiszem. És megnézzük ezt a... bányászt, hogy azzal mire megyek. Ez újnak látszik, lehet, hogy valóban az. Nem tudom, hogy honnan szedjek én neki aranyat. De hát majd csak lesz valami ezen ügyben. Ajaj, jön a mészárlás. A gyógyítónk az nem túl erős, ebben megegyezhetünk. Ez jó kérdés. Hát leginkább most egy ilyen semmilyen a csapatunk, és a sose jó. Jó, a Sorcerer Wizard Mage akármire mentünk, az ugye a végső kialakult irányunk. Abban megegyezhetünk. Hogy az volt a cél, az lett a cél. Jó, wizardok jöhetnek, azzal nincsen gondom. Igazából az nem egy rossz. Arcanist, az ugye te vagy, ja. Klerik az upgrade elődjön. A Vagrantot felszedjük. Ó, hogy mennyi aranyunk van, attól függően sebez. Az egy érdekes koncepció. Meglátjuk. Még nem teljesen tiszta, hogy jó nekem ez a mostani menet. Alig több, mint hogy csinálunk dolgokat, és egyenre nem tűnik rossznak. De ez talán nem egy jó megoldás. Sajnos a frontot elbuktuk, ha... tömegmészárlót. Kezdünk egyre több emberkét elveszteni.
Ami nem egy jó hír. De mondjuk mindjárt vége ennek a pályának. Echo Barázs, az jól hangzik. Az AOE-k másodlagos AOE-kat csinálnak? Az nem, valójában az nem jó. Meglátjuk. Kleriket behúzzuk, aztán majd kiderül. Eszem ez a pirónk. Banya az mindenképpen jöhet, még nem tudom kinek a helyére. Jó, ebben nem láttam meg, hogy az mit csinálna, úgyhogy ezt így egyenlőre kukázom akkor ezt a bányászt, és jöjjön helyette egy banya. Egyúttal sorcerer is. És akkor az íjászok azok elvesztek. Scott. Hát igazából maradt 6 darab alapon. Meg a kleriket is húzzuk be. Majd kiderül. A banya az mindenképpen segít. És ugye az összes AOE-nknak megvan az esélye, hogy további AOE pusztításokat gyártson. Úgyhogy az egy nem egy rossz opció. Mint látható. Jó, ebben a banya van mondjuk elsősorban. Ez a... ne csináljunk úgy, mintha nem a banya nyerni meg ezt a pályát nekünk. Te vagy a vesztes, bármilyen röhelyes is. Az újabb varázslóra. Mert a Scott az maradhat, az úgy érzem be fog férni. Még egy nuker nem ártana még. De a hármas felderítő... Ott, ó, te vagy, pontosan te vagy az én nyertesem. Még nem tudom kinek a helyére. Mage Nuker. Kis AOE. Azt hiszem, igazából nem kell annyi. A Nuker az, ami számít. Még kéne még egy a Nuker. Túlzás, hogy kéne. Hasznos lenne valahol. Terik az jöhet. Mit tud? Mindenki gyógyít. Hát. Az nem egy olyan fenomenális bónusz. Megadja a papnak az adja a priestnek az alapképességét. Mint ultra képesség. Juhúj! Lenne, ha felgyógyítaná valaki azt a frontharcosunkat. Mert egyébként így járunk. Na jó, nagy bajban nem vagyunk, csak azért nem is állunk jól. Arcanist. Beastmaster, az mondjuk emlékeim szerint nem egy olyan rossz darab, meg a hegylakó se. Dual Gunner, az valahol hasznos lenne, csak nem. Itt már kimaxoltuk. Magician, azt végül is megtartottuk meg. Azt végül is megtartottuk. Ja, nem Krio, hanem Krono. Majdnem, de nem ugyanaz.
Piro. 18 helyet 36, ó, úgy bizony. Na, az mondjuk sokat dob, hogy még egyszer annyit éget. Laj! Így mindjárt meghal a elit. És akkor utána már csak túl kell érni a utolsó hordát. Hát ez nem volt egy szép menet. Whispers of Doom. Négy. Átok után 200-at sebez. Nem egy olyan rossz dolog. De nem is jó. Jobb híján fölvesszük. Vagy újra. Igazából újra. Valami adja egy jobbat. Hát ez nem jobb. Ez nem lehet jobb. Ez mind még rosszabb lett. Úgy érzem. Ha bármilyen, ez csak rosszabb lett. Nincs is átkozunk. Hát majd meglátjuk, hogy ebből mire futunk, de továbbra is ugyanaz a gond a banyával, ami mindig volt, hogy nincs több banya. Hol a maradék? Az a Void Drift-es cucc kéne egyébként. Amelyik extra sebzést dob le bármire. Meglepően jól elintézzük egyébként ezt a hordákat. Ahhoz képest. Sage. Nuker. Nem. Nem rossz, de nem. Juggernaut. Még egy pap. Még egy Arcanist, és akkor az is be van fejezve. Cryomancer. Magician. Wizardot használunk, nem. Bane. Nem nyert. Pap. Alapvetően nem rossz. Ha vannak olyanok, amiből egyes szint és egy darab. Egészen fura az elosztás eszközökben. Azt nem vagyok biztos, hogy volna-e még egy helyem. Vagy sem. Majd meglátjuk. Likes. Ez azért majdnem veszélyes volt. Alapvetően az Arcanist az nagyon brutális, amikor így ki van fejlesztve. Úgy látom. Nem, már nem fér be még egy. Ott Assassin, na az, az egy kimondottan nyerő darab. Még nem tudom kinek a helyére. Attack Speed az egyértelműen jó helyen van. Jó az Assassin, csak nem fér be. Még igazából a Pyromancer az valójában nem hozza be azt, amit kéne. Szerintem a helyére lehetne nyugodtan hozni a Assassin-t. Ha valahova kell. Főleg, hogy jön belőle egy második. Jó, maradt vagy még egy voiderünk. Egy nuker kéne, még mindig. És már megint. De hát mindenből nem lehet meg. Hunter nem lenne rossz. Beastmaster abszolút nem egy rossz darab.
Mikor lenne a harmadik assassin, vagy rúzs? Nem. Még mindig nem tudom, kinek a helyére jönne, úgyhogy nem tudom behozni, hiába szeretném. Légdoktor. Nem nyert. Ágyus kolléga, az nem egy rossz darab, de nem fér be. Továbbra se fér bele. A gond az, hogy simán el tudunk veszíteni emberkéket, a gyógyulásom az, ami gyenge. Alapvetően. Gyere, nem tűnik reménytelennek ez a menet. Most nyilván nem tökéletes. No. Hát az nem nagyon. Oké. Hát azt hiszem ezzel járok jobban, a sok-sok AOE-nkkel. Erősítsük. Ha más nem nyers 5%, ami nem egy nagy tétel, de ha nincs több, akkor nincs több. Pömpöpömpöm. Elementor, végre. Végre valami, ami hasznos. Meg a Chronomancerből a második végre. Az nagyon is jól fog jönni, ha kicsit fel tudjuk húzni. Hát ez csúnyán elfogyott. Eddig nincs gond. Na most lesznek a gondok, nem így, hogy instant megsemmisül minden. Főleg az elementorral durva az a minél többet sebez, annál nagyobb büntit ad le. Mert annak a brutális méretű cucca gyakran a fél pályát lefedi egy-egy szerencsés pillanatba. No, megjött a második banyánk. Hát, ha lesz egy harmadik. Legalább. Arcanisból már rég meg vagyunk. Úgyhogy egyelőre természetesen se banyából, se assassinból nincs meg a következő. Igen, azért az elementor az teljes pályát semmisíti meg egy mozdulattal. Jobb napjaim. Ami azért mókás. Oké, valami fogy. De most már nem volt számító. Belefért. Na, megjött a harmadik assassin, az segít. Ezeket nem használjuk. Na, megjött a harmadik banya. Wuhú! Lassan jók vagyunk. Még egy-két harmadik szín nem ártana, de az már majdnem olyan, hogy úgyse lesz meg. Kis túlzással mondhatjuk rá, hogy fölösleges görcsölni. Elképesztő mázli kéne, hogy abból meglegyen a következő szakasz.
Hát ez simán meg lesz, mert egyszerűen elfogy. A banyom iszárlásába. A sima meneteket egyszerűen meg kiméletlenül elpusztítja a banya. Blessing több gyógyulás. Jó, ezzel gyakorlatilag akkor csak fixen 50% bónusz ugye a kettőből. Hát azért a banyát behúzzuk. Csodák lehetnek. Mi kéne? Chronomancer, Elementor, banya, Assassin. Uzsorás. Hát csak az a kérdés, hogy mi az a... Ó! Oh. Megátkoz három ellenfelet, és ők fixen 13 sebzésbe gyűjtenek, mert nem fizetik ki a tartozást. Mókás. Mókás, a maga nem mókás formájában. Jó, hát ez így eléggé kivéletlen. Sima ügy. Meglepően sima ügy. Le fogjuk hozni elsőre a bónusz szintet. Az azért durva lenne. De nem lehetetlen. Mondjuk, ha nem pörgetném át mindig a 25. szint alá, vagy 25 HP alá, akkor lehet, hogy előrébb állnánk. Ez kiméletlenül elfogyott. De mondjuk a banya az ezért nem ment sose magasabb szintre, mert már második szinten is gyakorlatilag pályát bont saját jogon. Mindenki más az csak extra. Ez mókás. Jött a következő hullám és erre közölte, hogy ja, megnyertük. Nem te vagy a nyertes. Még egy banya. Nem hiszem, hogy megoldja nekem, de... Igazából ciklusonként kéne hozni egy banyát, amit nem fogunk. Nagyon nem fogunk, de... Ki tudja. Azért egy level 3-as banya az elég csúnya dolog lehetne, ha véletlen összejön. Nem várható, majd kiderül. Yikes! Kezdünk kicsit fogyni. A pap az messze nem tud eleget ez a klerik gyógyítani. Na, az a leggyengébb pontunk egyértelműen, de... Nem tudok jobbat tenni. Most már gyengítene egy akármi. Jó. Mágusok és szorszerek alapján sebzünk. Jó, hát az tiszta jó, mert van sok-sok mágusunk meg szorszererünk. No, uzsorást azt nagyon tolja. Egyébként érdekelne is, ha úgy volna. Na, második banya ebbe a csomagba, harmadik banya.
Ez még meg lehet a hármas szintű banya így. Ami igencsak mókás lenne. Már csak egy kell. És hát eléggé kíméletlen így is. Amit sebzés címén elkövet. Az isteni villámlás az szintén nyerőnek tűnik. Ennyi varázslóval és mi egyébben. Tizenkét hullám az mondjuk elég csúnya. Jó, mindjárt az utolsó jön. Kezdünk jól állni, nagyon jól állni. Sőt. Röcs. És hát akkor az utolsó. Veszteség nélkül lehoztuk ezt, ami meglepő. 60 valahány. Van ám miből dolgozni. Krono. Ez karver is jó lenne egyébként. Ott a banya. Ennyit hoz? 60-at. Az nagyon csúnya lesz. Most már lenne még egy, mi? Most, hogy nem kell. Sőt, még egy, még egy. A kronomancerből is lassan-lassan. Még összejöhet egyébként, nem reménytelen. Annyira, mint ahogy tűnne. Jó, két csomag lesz. De hát összesen kell mennyi, 5 vagy 6 figurát behúznunk. Megfelelő típusba. És azért amennyire emlékszem, nem annyira ritkák, mint mondjuk a boszorkány. Úgyhogy azért akár működhet. Akár megeshet. Yikes! Na itt lehetett volna csúnyán bukni egyet. Két-három karaktert elveszteni a killjóból. Sikerült megúszni. Egy kicsit közelebb kanyarogtunk a kelleténél. És ezek azért elég hosszú menetek. Hogy annyira nem opció ez, amit csinálok néha, hogy gondolkodás nélkül bemegyek a közepébe. Kicsit távolabb kéne maradnom mindig a középtől, hogy ne rajtam szülessenek meg. Ez az nem jó ötlet. Mint látható. Na, azt hiszem a végén vagyunk már a dolgoknak. Ez az utolsó csomag. És jók vagyunk. Akkor marad a utolsó meg az utolsó előtti elit harc. No, mi kell nekem? Chronomancer, Elementor, Assassin. Ott a Chrono. Meg még egy Chrono. No. Hát, csak nem akarja. Ez van. Itt adna bónusznak. Gyorsabban kapják a damage over time-okat.
nem tudom mi volt az a hatalmas zóna, de egyébként ennyi volt az elit, ez úgy egyszer csak elfogyott. Immolation az nem tűnik egy rossznak. Azt hiszem. Bár mondjuk nincs túl erős gyógyítónk, úgyhogy az azért még lehet probléma. Elementor. Assassin. No. Valami hasznosabb. Töppömpöm. Csak nem akarja adni. Még egy elementor. Igazából a Chronomancer az egyetlen, ami reális, hogy becsúszik. De nem. Ezt akkor elpörgettük. Nem tudtuk összehozni az utolsó Chronomancert. Azt hiszem nem segített volna egyébként, de ez már egy mellékág. Oké, na most vagyunk bajba. Aha. Az a baj, hogy ott bement ebbe a rohammozóba, és az kivégzett egyszerűen minket. Kellemetlen, pedig nem sokon múlt. No, hát innen fogjuk folytatni legközelebb. Mára ennyi.